A közelmúltban több aszfaltozott mezőgazdasági utat adtak át Nyírtelken, az útfejlesztés ezzel nem áll meg. A települést szinte kettészelő 38-as főutat, tehát a Tokaji utat tovább szeretné tehermentesíteni a város és a megye vezetése is. 2014 végéig reményeink szerint elkészül a nyugati elkerülőút, ugyan egyenlőre csak az autópályától a Tiszavasvári útig, a 36-os számú útig, ez a LEGO beruházással is összefüggésben van, hiszen ott jelentős terméket fognak szállítani, jelentős mennyiségű terméket, de tervbe van véve a következő ciklusba, hogy a Tiszavasvári utat, a 36-os számú utat összekötik a Tokaji úttal, a 38-as számú úttal, ami azt jelenti, hogy Nyírtelektől néhány kilométerre, Nyírtelek és Nyíregyháza között fog a nyugati elkerülőút megjelenni a Tokaji útnál, ezért az autópályát sokkal rövidebb idő alatt, rövidebb úton a nyírtelekiek elérik, és ez számukra az életminőség javulásában fog megjelenni. Az elmúlt időszakban több pályázatot is nyert a település, így többek között tehetséggondozásra és tanyafejlesztésre is tudnak majd forrást biztosítani. A tanyákhoz több projektünk is kapcsolódik, nevezetesen a külterületi tanyákhoz egy orvosi rendelőnek a felújítása is társul. Ez a görögszállási orvosi rendelő, amelyhez 60 millió forintot nyertünk, illetve most a tanyasi pályázaton, a tanyafejlesztési pályázaton két pályázatunk is eredményesen szerepelt. Az egyikbe a földútjaink javítására nyertünk egy grédelt, amely remélhetőleg a földutaknak a minőségét tudjuk javítani. A polgármester hozzátette, a térség egyik legnagyobb 4,3 milliárd forintos pályázatában is szerepel Nyírtelek, ennek keretében november végén már elkezdődhetnek a szennyvízhálózat és szennyvíztelep rekonstrukciós munkálatai.